Gyülekeznek az ünnepségre a városlakók, már közel egy éve várnak erre a pillanatra. Elkészült az új piactér, mely 21. századi találkozási szintere lesz Dunaföldvárnak. A béketér 310 millió forintos pályázati pénzből és közel 70 milliós saját forrásból újult meg. A piactéren két fedett csarnokban árulhatnak az őstermelők, akadálymentesített mellékhelyiségek, vízvételi lehetőséges kerékpártárolók lettek kialakítva. A térkő burkolat mellett járdákat a Duna utca felőli oldalon parkolókat alakítottak ki. Kiskőröstől és a környékből mindenhonnan ide jártak az emberek, Paksról, Dunai városból. Én azt hiszem, hogy ez az új felújított piac, talán reménykedünk benne, hogy újra ide fogja csábítani ezeket a környékbeli településekről az embereket. Az ünnepélyes átadón Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki elmondta, az erőmű építés kapcsán komoly szándék mutatkozik Dunaföldvár irányába. Közel majd 10 000 embert kell élelmezni abba a programba, és szeretnénk, hogyha Dunaföldváron minél több gazda be tudna csatlakozni, illetve azt gondoljuk, hogy a mi vállalkozóink, akik egy része külföld, azok is a környékbeli piacokat, kulturális rendezvényeket mi általunk szervezett programok keretébe látogatni is fogják. A Földvári utca végig sáros, végig menni rajta nem tanácsos. A helyi kisdiákok műsora színesítette az átadó ünnepséget, mely szalag átvágással zárult. Mostantól minden szerdán és szombaton az új helyszínen várják a vásárlókat az őstermelők portékáival, mely közösségi térként is szolgál a településen rendezvények megtartására.